versenyképességünket. A hétköznapokban mindezt az emberek régóta úgy fogalmazzák meg, hogy hiába dolgozik egyre többet valaki, mégis egyre nehezebben jut egyről a kettőre. A bizottságunk 14 igen és 14 nem szavazat mellett általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. A Fidesz-KDNP-s bizottsági tagok részéről a bizottság ülésen rögzítettük, hogy örvendetes, hogy az adózás rendkívül bonyolult rendszere egyszerűsödik. Az adójóváírás intézménye továbbra is megmarad. Örvendetes és fontos szempont, hogy adókedvezményt javasol biztosítani a gyermekes családok számára. Külön jelentős mértékű kedvezményt biztosítana a javaslat a három gyermeket nevelő vállaló családok számára. Az ország demográfiai jövőjét, így a gyermekvállalást biztosan sok döntés befolyásolja. A személyes, családi döntésekben az értékválasztás szempontjai mellett nyilván szerepet játszik a társadalmi környezet. A három és több gyermek vállalását, nevelését segítő hangsúlyos támogatási elv, amely fontos eleme a jogszabály tervezetének, egy konkrét üzenet is egyben. Ez az üzenet, hogy a kormány az országgyűlés a saját lehetőségeivel végre jelentős lépéssel járulhat hozzá az ország rossz demográfiai folyamatának megváltoztatásához. A javaslat szerint továbbá megmarad, és ez is nagyon fontos kérdés, a leggyakrabban nyújtott béren kívüli juttatások kedvezményes adózási köre. Az egyes további tervezett intézkedéseket nem sorolnám most föl. Összességében azt reméljük, hogy az adóváltozások hatására javulnak a magyar emberek életlehetőségei, nőni fog a fogyasztás Magyarországon, és nő a megtakarítások szintje. Hogy ez az előbb jelzett, említett, általam említett fogyasztás várhatóan milyen szerkezetű lesz, és mennyiben segíti a gazdasági növekedést, ebben nem volt közöttünk egyetértés a legnagyobb ellenzéki párt képviselőivel. A bizottság ülésen a részünkről, a Fidesz-KDNP és képviselők részéről elhangzott, a benyújtott törvényjavaslat elfogadásával esély és lehetőség nyílik arra, hogy a térség sereghajtó országából ismét a sikeres országok közé kerülhessen Magyarország. Köszönöm, elnök úr. Most megadom a szót Gúr Nándor képviselő úrnak, aki a kisebbségi álláspontot, véleményt képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, mint ahogy Karákos alelnök úr elmondta, többségi és kisebbségi álláspont rögzítésére is sor került. Szeretném jelezni, hogy az adó és a járuléktörvény elfogadása az én érték ítéletem szerint egy értékrend, egy értékrendszerhez való igazodás, annak a választása. Önök arról beszéltek az előbbiekben, hogy arányosság. Érintették az igazságosság fogalmát is, de az egy sajátos igazságosság, amiről szólnak, mert az igazságosság sokkal inkább nem az arányossággal, hanem a méltányossággal van kapcsolatban. Az igazságosság az gyakorlatilag az a fajta teherviselés, amely tekintetében a tehetősebb többet vállal, progresszív adózás mellett érvényesíthető ez, és nem egy egykulcsos adózás mellett. Tudják, a minimálbér mellett most az a helyzet áll elő, hogy nagyjából mintegy 2000 forint mínuszt könyvelhetnek el az emberek ennek a törvénynek a jóvoltából. Az 500 ezer forintot kereső ember 40 ezer forint pluszt, az 1 millió forintot kereső ember 120-140 ezer forint pluszt, a 2 millió havi jövedelemmel bíró meg 340 ezer forintot meghaladó pluszt. No hát, ha ez az önök igazsága, akkor tegyék el maguknak, azt gondolom majd az emberek is fogják ezt értékelni egy idő után, amikor már látják, amikor már megtapasztalják mindazt, hogy mi is az önök igazsága. Másik oldalról nézve, amikor a gyermekek neveléséről esik szó, akkor szeretnék egy másik párhuzamot is a figyelmükbe ajánlani, talán azért, hogy majd módosítók, a saját módosítókkal is korrigálják az elkövetett hibákat. Három gyermek után egy minimál béren kereső most hozzá tud jutni a kedvezményekből a 700 forinthoz, 700 forinthoz. Hogyha három gyermeke van egy 500 ezer forintos jövedelmet produkáló embernek, akkor az a három gyermek utáni tervezett 3x33 ezer, a közel 100 ezer forint, a 99 ezer forint
kedvezmény utolérését meg tudja tenni. Magyarul a gyermekek utáni kedvezmények, adókedvezményekhez való hozzájutás egy gyereknél úgy néz ki, hogy ahhoz legalább 110 ezer forint jövedelemmel kell bírni. Talán miniszter úr arról beszélt itt, hogy 1,2 millió ember minimál béren foglalkoztatott, akkor őket már elejtettük ebből a történetből. Két gyermek utáni foglalkoztatás esetében 180 ezer forint ez az értékhatár, három gyereknél pedig 490 ezer forint. Ez a tipikus magyar család a három gyerek vagy a három és több gyerekesek esetében, ahol 490 ezer forintnál magasabb jövedelemmel bírnak a családok. Tehát látható, hogy önök kit kedveznek, hogy ez a tipikus. A nagy kérdőjel ott van persze, hogy nem ez a tipikus. Mindezek mellett a adójóváírás lehetőségeit is csökkentik, és a, nem a magán, nem, hanem az önkéntes, egy másik biztosítóról beszélek, ugye a három lábról, a három pilléről, az önkéntes biztosító pénztári befizetések visszatérítése tekintetében pedig egyharmaddal csökkentik a nagyságrendet, 30%-ról 20%-os mértékre. Mindezek mellett azért szeretném hozzátenni, hogy meggyőződésem és hitem szerint nem folytatódik a gazdaság versenyképességének a javítása, új válságadókat vetnek ki, és ezeknek a bevételeit sajnálatos módon olybá tűnik, hogy a gazdagok SZIA dolgaihoz illesztik, tehát az ő adóterheik csökkentéséhez nekik nyújtanak ebből kedvezményeket. Már említésre került a korábbi kormány időszakából fakadóan, ebben az esztendőben mért adat január és augusztus hónapjában gyakorlatilag a nettó átlagkeresetek 8,5%-kal nőttek Magyarországon 2010 első és 8. hónapja között. Az Orbán kormány az SZIA csökkentését fogalmazza meg, még egyszer hangsúlyozom, de a gazdagoknak 36 ezer forint mínusz adójóváírás csökkentésével segíti az alacsony keresetűeket. És ami a legfontosabb talán, az élő munkát terhelő adók, járulékok tekintetében hosszú éveken keresztül 10%-os mértékű csökkentést hangoztattak, mi 5%-os mértékűt megtettünk az elmúlt esztendőben, most a Fidesz erről szólni sem kíván. Az utazási bérletek utáni adókivetésekben gondolkodik. Összegezve tehát, az SZIA csökkentés ma nem kedvez másnak, csak a gazdagoknak, nagyjából a 300 ezer forint kereset felett hozhat a konyhára, növeli a társadalmi különbségeket. Azt gondolom, nem ez az út, nem az az út, amely elvesz, amely bankadót vet ki, külön adót fogalmaz meg, magánnyugdíjpénztárt lenyúl annak érdekében, hogy a gazdag, tehetősebb rétegnek az adócsökkentéséhez járuljon hozzá. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezért nem tudtuk támogatni ezt a törvénytervezetet. A gazdasági bizottság következik, megadom a szót elsőként Kupcsok Lajos képviselő úrnak, aki a bizottsági többségi álláspontot képviseli. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, az előttünk lévő törvénycsomag a kormány programjával összhangban egy új gazdasági rendszer kialakításának második és legfontosabb lépéseként a magyarországi adórendszer versenyképességének megteremtéséhez szükséges intézkedéseket foglalja magába. Tartalmaz az arányos egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer bevezetését, a jövő nemzedék felnevelését vállaló családok terheinek mérséklése érdekében minden gyermekre kiterjedő családi kedvezmény bevezetését. A hazai vállalkozások érdekében a különböző adónemeket, közterheket érintően jelentős könnyítéseket, egyszerűsítéseket javasol. Az adóztatás összetett hatású eszköze a mindenkori kormány gazdaságpolitikájának, mértékét, módszerét, az egész rendszerét az elérni kívánt kormányzati célok együttesében lehet és kell megítélni. A kormány programja világos. A magyar gazdaság talpraállítása érdekében egy olyan új gazdasági rendszer kialakítása, amely javítja Magyarország versenyképességét, megalapozza a hosszú távon fenntartható egyensúly melletti növekedést, megteremti a jövőbe vetett hitre támaszkodó demográfiai fejlődés feltételeit. Ehhez elengedhetetlen a hazai vállalkozások, elsősorban a KKV-k helyzetbe hozása, a munkahelyteremtésben és a munkavállalásban való érdekeltség erősítése, a jövő nemzedéket nevelő családok terheinek mérséklése. Az adócsomagot teljes egészében rövidebb és hosszabb távú összes előnyét súlyozva, e célok összességéhez viszonyítva kell értékelni. A társadalomban és a bizottságban többségi egyetértés van a jelenleg működő adórendszer hiányosságainak, kezelhetetlen bonyolultságának felismerésében.
Különösen a hazai személyi jövedelemadóztatás rendszere vált már áttekinthetetlenné, a bevezetése óta szinte követhetetlen toldozgatás következtében. A jövedelmek egy részének összevonása, ezekre két kulcs alkalmazása, más jövedelmek külön kulcsok szerinti adóztatása, az adófizetők többsége számára érthetetlenül bonyolult, az adóterhelés szintje túlzottan magas. Mindez az adózók jelentős részét arra ösztönzi, hogy jövedelmeiket az alacsonyabb adómérték alá tartozóként mutassák ki, vagy eltitkolják. A világon számos országban az egy adókulcs bevezetésével sikerrel működik a minknél jóval egyszerűbb és mértékét tekintve jóval alacsonyabb terhelést jelentő adórendszer. Ez így nem mehet tovább. A kormány beterjesztett javaslatai olyan változást indítanak el az adórendszerben, amely mérsékli a munkavállalók és a vállalkozások adóterheit, a lehető legegyszerűbbé teszi az adózással együtt járó kötelezettségek teljesítését, az adóterheket úgy csoportosítja át, hogy a reálisan várható bérnövekedés mellett senki nem jár rosszabbul, sőt a munkájuk jövedelméből gyermekeiket eltartók egyértelműen jobban járnak. Csak a legfontosabbakat hangsúlyozva. Az arányos egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetése valamennyi jövedelemre, valamint a járulékmentes béren kívüli juttatások széles köre növeli a munkavállalók felhasználható jövedelmét, ami keresletet, megtakarításokat generál. Növeli a bejelentett munkavállalási hajlandóságot, ami fehéríti a gazdaságot. Csökkenti az élő munka terhelését, ami növeli a kis- és középvállalkozások mozgásterét, segíti a munkahelyteremtést. Az arányos egykulcsos adó révén jelentősen egyszerűbbé válik az adózás. A minden gyermekre kiterjedő családi adóalap kedvezmény összességében mintegy 145 milliárd forinttal javítja a gyermekes családok helyzetét, elősegítve a gyermekvállalást. Összességében a velünk lényegében azonos adóverseny helyzetben lévő országokhoz képest javul hazánk pozíciója. Jó eséllyel segítik a foglalkoztatást az egyes pénzbeli és nem pénzbeli kedvezményes béren kívüli juttatások, az úgynevezett kafetéria juttatások, amelyek után meghatározott értékig a kifizető fizeti a 16% adót, de más közterheket sem neki, sem magánszemélynek nem kell viselnie. Ezek közé tartozik továbbra is az üdülési csekk, az ingyenes vagy kedvezményes üdülés egy havi minimálbérig, a meleg, illetve a hideg étkeztetés havi 18.000 forintig, az önkéntes pénztári havi munkáltatói támogatások a minimálbér meghatározott mértékéig, az internet használat juttatása havi 5.000 forintig, az iskola kezdési támogatása minimálbér 30%-áig. Ilyen juttatás lesz jövőre a megújulási kártya is, amellyel évi 300.000 forint munkáltatói támogatás adható meghatározott rekreációs célú elköltésre. Mindemellett az új adókulcshoz igazodó mértékkel megmaradnak az öngondoskodáshoz fűződő kedvezmények, adómentes körbe kerülnek az adóterhet nem viselő járandóságok. Tisztelt képviselőtársak! A személyi jövedelemadó törvényt módosító javaslatok a kormány további szándékait is tükrözik. Csak egyet lehet érteni azzal, hogy az elhíresült szuper bruttósítás 3 év alatt fokozatosan megszűnik, 2012-ben az adóalap kiegészítés már a felére csökken, majd 2013-tól végleg kikerül az adóalapból. Körvonalazódik az is, hogy a terhelés csökkenésével fokozatosan az adó jóváírás is jelentősen csökkenthető lesz, már jövőre is csökken, akár úgy, hogy a kiskeresetű bérből élők nettó jövedelme még nőhet is. A hazai KKV-k versenyképessége szempontjából kiemelendő. Az arányos egykulcsos csökkenő terheléssel járó személyi jövedelemadó kedvező hatással lehet piaci versenyképességükre. A Gazdaság és Informatikai Bizottság 20 igen és 5 nem szavazattal a törvényjavaslat általános vitára alkalmasnak találása mellett döntött. Köszönöm a szót. Most következik a Gazdasági Bizottság kisebbségi vélemények ismertetése. Kovács Tibor képviselő úr, tessék parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én azon 5 képviselő nevében szeretném elmondani az ott elhangzottakat, amire az előttem szóló hivatkozott. A Gazdasági Bizottság ülésén is hallhattuk mind a kormány képviseletében, mind a kormánypárti képviselők részéről azokat az állításokat, amelyeknek jelentős száma egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Nem felel meg a valóságnak a miniszter expozéjában elhangzott az a kijelentés sem, hogy mindenki jól jár ezzel a törvényjavaslattal. Tisztelt képviselőtársaim, minden, ami az adózás környékén, az elmúlt hetekben történt, a különadók tekintetében, akár a társadalombiztosítási járulékok tekintetében, akár a személyi jövedelem adó környékén történik, az mind annak érdekében történik, hogy a társadalom adófizetői 30-35%-a, az, akik a legtöbbet keresik, azok hatalmas állami támogatásban, hatalmas állami kedvezményben, adókedvezményben részesülhessenek. Tehát az a fideszes szlogen, amit hetek, hónapok óta hallhatunk, hogy
radikális adócsökkentés, ezt meg kell toldani mindenképpen. Igen, radikális adócsökkentés a magyar társadalom legmagasabb jövedelemmel rendelkezői részére. Mindenki más, aki nem tartozik ebbe a kategóriába,